Megdöbbentő képsorokkal hívja fel a figyelmet a rendőrség egyik legújabb rövid filmjében a vezetés közbeni mobilozás veszélyeire. Ez pedig már egy fedélzeti kamera felvétele Mogyoród közelében. Jól látható, ahogy az előhaladó személyautó sofőrje kis hián nekiütközik a szembejövő sávban érkező kamionnak. A jelenet hamar elterjedt az interneten. Azóta kiderült, a kis hián balesetet okozó vezető a mobiltelefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Magyarországon hosszú évek óta tilos a kézben tartott mobilozás, mégis egyre több baleset adódik emiatt. A rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rendszeresen ellenőrzi, és egyre keményebben szankcionálja ezt a tevékenységet. A szabályszegés legfeljebb 20 ezer forintos pénzbírsággal és büntető pontokkal sújtható, baleset okozásáért azonban ez akár 150 ezer forintig is terjedhet, és a vétkes sofőr jogosítványába kerülhet. Azt az elterjedt trendet, amit mostanában tapasztalunk, hogy nem a fülhöz téve, hanem a kezünkben tartva, az ölünkben, kihangosítóval használva, és ugyanolyan szabálysértésnek minősül ez a cselekedet. Ugyanúgy elvonja a figyelmünket, hogyha itt szeretnénk használni a telefonunkat kihangosítóval, vagy maga a telefon kihangosításával, akkor is egy mobiltelefon tartóban célszerű a telefont, illetve kell is elhelyezni, és így már használható. Nyilvánvalóan mindennapi életünk része a telefon, viszont ahhoz, hogy az életünk megmaradjon, ehhez nem szabad használnunk gépjármű, illetve járművezetés közben sem. Sokan nem tudják ugyanis, hogy biciklizés közben is tilos használni a mobiltelefont, ez is számos balesetet okozott idén. A tél közelettével ugyanakkor egyéb külső körülményekhez is igazodniuk kell az autósoknak. Így például az egyre hidegebb és nyírkosabb aszfalt és a napról napra romló látási viszonyok is veszélyforrások lehetnek. Nyilván egy jól felkészült gépjárművel az az alapfeltétele, hogy közlekedhessünk télen, illetve az őszi időszakban. A gépjármű vezetők felkészültsége, ami a másik nagyon fontos dolog, hogy lélekben, agyban felkészüljenek arra, hogy megváltoznak az útlátási viszonyok, és ki szeretnék térni arra is, hogy ugye általában ilyenkor mindig autóról beszélünk, nagyrészt autóról beszélünk, de az utakon a kétkerekű gépjárművek is, vagy járművek is megmaradnak, akár még hóban is, hiszen vannak, akik nem hobbi célból, hanem közlekedési eszközként használják akár a motorkerékpárt, segédmotorkerékpárt vagy kerékpárt. Nyilván nekik is fel kell készülniük arra, hogy megváltoznak az útlátási viszonyok. Fontos tehát a világítás napi szintű ellenőrzése, a téli gumi cseréje, a nagyobb követési távolság tartása és a sebesség megfelelő kiválasztása az időjárási viszonyoktól függően. Az úttestre lehullott falevelek is nagy veszélyt jelenthetnek a következő hetekben, különösen fontos odafigyelni erre a kora reggeli órák párás és ködös időszakában.